Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Cégbejárás a Fiala Transz Kft. Telephelyén. Hát itt mi javarészt az elektronikusok szolgáljuk ki. A pedagógusokat ünnepelte a Jászberényi tankerület. Átadták a kiváló pedagógus díjakat. Olvasás, irodalom, műveltség. Jubileumi könyves csütörtök Jászberényben. Köszöntöm nézőinket! Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. Jászberény város önkormányzata folytatta a helyi kis- és középvállalkozások látogatását. Május 6-án a Fiala Transz Kft-nél járt a delegáció, megismerhette annak tevékenységét, működését, sőt nemzetközi árufuvarozással járó érdekességek is szóba kerültek. Dr. Szabó Tamás polgármester elégedetten összegezte a látottakat, hallottakat. A Fiala Transz Kft. Parkjában egymás mellett sorakoznak az éppen nem európai országot átszelő nyerges és pótkocsis kamionok. A magántulajdonú árufuvarozó, fuvarszervező cégnek több mint 50 gépjárműve van. 1989-ben kezdtük a nemzetközi árufuvarozást. Akkor volt először lehetőség erre, hogy magánszemély külföldre szállítson. Akkor még, mint Fiala Károlyi árufuvarozó működtünk. Később betéti társasága alakultunk, és 94-ben lettünk Kft. Fiala Károly ügyvezető igazgató elmondta, a közel 30 év alatt voltak jó és nehéz időszakok is a gazdaság helyzetének függvényében. A Kft. 6 fuvarszervezővel dolgozik, ketten felelnek a gépkocsi vezetők és járműveik elszámoltatásáért, két fő könyvelést végez. Őket és a fuvarosokat is beleszámítva, 80 alkalmazottal működik jelenleg a vállalkozás. Hát itt mi javarészt az elektronikusok szolgáljuk ki. A fuvarozó cég legnagyobb szerződött ügyfele a francia Electrolux Kft., akiknek, illetve akiktől úgynevezett dobozos árut szállítanak a kamionok rakodóterében. Az ügyvezető igazgató vázolta a delegációnak többek között a sofőrök szigorú vezetési és pihenőidő szabályait, de érdekes történeteket osztott meg vendégeivel az elmúlt 3 évtizedben a sofőrökkel előfordult viszmajor helyzetekről is. A 2017-es év az mondhatnám, hogy egy jó év volt, most sajnos már ebben az évben olyan mértékben ölt az üzemanyag ára, ami nekünk ugye a legfontosabb kiadásunk és a legnagyobb költségünk, hogy már meghaladta a 10%-ot, sőt közelít a 20-hoz. Ezt nagyon nehéz kivédeni, mert fuvarszerződést megkötjük évelején, és évközben ezen nagyon nehéz változtatni. A kiszámíthatatlan energiaárak miatt tájékoztatta a delegációt az ügyvezető. A Kft. Jelenlegi legnagyobb feladata az energiahatékonyság növelése, modern, kisebb fogyasztású járművek beszerzésével, a környezetkímélés fokozott figyelembevételével. Gépjármű állományának nagy része megfelel az Euró 6 uniós környezetvédelmi szabványnak, mely 2015 őszén lépett hatályba. Örülünk annak, hogy Jászberényben nyilván a jó gazdasági teljesítmény, a jó termelői teljesítményprodukció mellé kell a jó fuvarozó is, a megbízható jó fuvarozó is. Fiala Transz ez a cég, úgyhogy csak gratuláltunk, és továbbra is kívántuk a sikeres, eredményes, jó működést. Dr. Szabó Tamás polgármester a jászberényi gazdasági élet sajátos szereplőjeként tartja számon a megye legnagyobb nemzetközi fuvarozó Kft-jét, elégedetten összegezte a céglátogatást. Közel 60 éve már, hogy június első vasárnapján a pedagógusok áldozatos munkája, hivatásuk szépsége előtt tisztelgünk. Június 8-án a Jászberényi Tankerületi Központ vezetősége díszünnepséget rendezett, hogy köszönetét és dicséretét fejezze ki a tanárok, tanítók számára a 2017-2018-as tanévben nyújtott munkájukért. Már hagyomány, hogy a rendezvényen az erre érdemesek kiváló pedagógus díjat vehetnek át. Következzen most a díszünnepség összefoglalója. Alig egy hét és az iskolák folyosóin megszűnik a zsivaj. A 2017-2018-as tanév fáradalmait, a sok tanulást, felkészülést, megmérettetést lesz idejük kipihenni a diákoknak, ahogyan a pedagógusok is megérdemlik a munkaszünetet. Pedagógus nap előtt néhány nappal a Jászberényi Tankerületi Központ vezetősége minden évben díszünnepséget szervez a tanárok, tanítók tiszteletére. Oktatás-nevelés közös munka, ahol a társadalom, a család és a pedagógus csak együtt tudja betölteni feladatát. Csak csapatként lehet biztos jövőjének záloga.
Kívánom, hogy a nagy csapat minden tagja egymást segítve teljesíteni tudja ráháruló feladatát közös ügyünk, gyermekeink és rajtuk keresztül mindannyiunk jövője érdekében. A Diákok Színvonalas műsorral kedveskedtek a pedagógusoknak, és a térség országgyűlési képviselője is méltatta az ünnepelteket. Mindenki a maga módján azért küzd, dolgozik, mi is a parlamentben, hogy egy olyan jövőt építsünk, ami a gyermekeink, az unokáink számára maradandó. De biztos vagyok benne, hogy ezt nem mi fogjuk megtenni, se nem a parlamentben, se nem az önkormányzatokban. Ebben legnagyobb feladata a pedagógusoknak van, tette hozzá Pócs János. Majd elismerő szavait követően megkezdődött a kiváló pedagógus díjak átadása. Dósa Gáborné, az Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. A szempontok, ami alapján kiválasztjuk a pedagógusokat, nem a tankerület szeretné kiválasztani, hanem az igazgatókat kérjük fel, hiszen ők vannak, ők ismerik igazán a pedagógusokat, és azokat a pedagógusokat jutalmazzuk, akik a saját területükön, a saját intézményükben olyan kiemelkedő munkát végeznek, amely az intézmény, illetve a gyerekek előrehaladását segítik. 2017-ben határozott arról a tankerület vezetősége, hogy pedagógus nap alkalmából értékelik a kiemelkedő szakmabelieket. Idén 34 tanár díjaztak. Volt osztályainak tanítványai nagy szeretettel emlegetik mind az óráit, mind az osztálykirándulásokat, amelyek felejthetetlen élményt adtak számukra. A tantárgyai a nehéz tárgyak közé tartoznak, de amit Zsuzsa néni megtanított, azt nem kellett középiskolában tanulni. Több mint 30 pedagógus áldozatos, tiszteletteljes munkával teli eddigi pályafutását mutatta be Mészárosné Vas Márta szakmai helyettes. A díjakat a tankerület igazgatójának tisztje volt átadni. A pedagógusok egyik legnagyobb felelősei a jövő generációjának, hiszen tudásuk átadásával a tudásvágy eredményes és hosszantartó felébresztésével örökre meghatározhatják egy-egy növendék életét. Jászfényszaru rendezi a 24. Jászvilág találkozót június utolsó hétvégéjén. A településen már hónapok óta készülnek a háromnapos rendezvényre. Június 8-án bejárást tartottak a világtalálkozó főbb helyszínein, többek között a katasztrófavédelem és az ANTS munkatársaival. Jászfényszaru adott hont a Jászok világtalálkozójának. Újabb egyeztetés zajlott péntek délelőtt Jászfényszarun a 24. Jászvilág találkozó előkészítésében. A rendezvény szervezői részről már a finisben van. Elkészültek a prospektusok, kiteljesedett a háromnapos programterv, és letisztázódott a díszes felvonulás útvonala is. A városközpontban található helyszínekre kalauzolt minket Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester. Itt állunk a Jászvilág találkozó egyik helyszínén, ez lesz a kis színpad. Milyen programokra számíthatunk ezen a kis színpadon? Hát ez a kis színpad kapja az első szerepet, ami a világtalálkozónak a tényleges programját, a megnyitóját illeti. Itt lesz az az esemény, ahol kimondja majd a megyei közgyűlés elnöke, hogy a világtalálkozót Jászfényszaron megnyitom. Az ünnepélyes megnyitó mellett a kis színpad zenei koncerteknek ad majd helyet. A mellette található füves területen lesz majd a 4. Béla udvar, a régi parókia pedig kiállításoknak lesz majd helyszíne. És akkor ott hátul, ott az épület mögött van, meg lesz nyitva egy kapu, ott lesznek majd a mobil WC-k kirakosok, ott tudnak átjárni, meg egész végig. Tehát majd azt táblázzuk ki, mint menekülő útvonalat, azt a részt, mert az ott egy picit sűrű lesz. A korábbi évek hagyományaihoz hűen a háromnapos rendezvény központi helyszíne a főtéren felállított nagy színpad lesz. Többek között ezt is vizsgálták a katasztrófavédelem munkatársai biztonsági szempontokból, hisz ide fog beérkezni a jásztelepülések díszes felvonulása is, több száz közreműködővel. Az eseményeknek a fő helyszíne, amikor elindul a menet gyakorlatilag 30-án, az a templomból kijövet és az Adi Endre úton végig megy a felvonulásra készülőknek a sora. Legvégül mennek a hintók, pont amiatt, hogy ne veszélyeztessék az embereket, és a felvonulás hely útvonaláról visszatérve tudnak itt helyet foglalni. Mindezen túl a régi kaszinó és étterem szintén kiállításoknak ad majd otthont. A tudáskutya mellett pedig a VIP sátor lesz majd felállítva. Az utcákon lesznek majd a jásztelepülések bemutatkozó standjai, a kézművesek, továbbá a templom mellől indul és összekötve a helyszíneket, ide is érkezik majd vissza a városnéző kisvonat.
10. alkalommal rendezték meg a könyves csütörtököt Jászberényben. A rendezvény célja az olvasás, a könyvek, a kézműves foglalkozások népszerűsítése, ezek előnyeinek bemutatása gyakorlati formában. Hamarosan jövünk a részletekkel, de előtte rövid híreink következnek. Jászfelső-Szentgyörgy község önkormányzata topos pályázaton nyert pénzt önkormányzati épületek energetikai felújítására. A projektben a polgármesteri hivatal, az általános iskola és az óvoda épületének energetikai korszerűsítése szerepel. A héten megkezdődött a hivatal felújítása, mely során nyílászárócsere, külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés hőszivattyúval, napelem elhelyezése és akadálymentesítés történik meg. A munkálatok alatt a polgármesteri hivatal a művelődési házban működik, a fejlesztés várhatóan 2 hónapot vesz igénybe. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Tevékenységei között szerepel a nagy népszerűségnek örvendő országos állat és kirakodó vásár megrendezése minden hónap első vasárnapján. Most változnak a helybiztosítási és helyhasználati díjak 2018 második fél évétől. A helybiztosítás díja bruttó 35 000 forint egy fél évre, a 2018 második fél évre szóló helybiztosítási díjat 2018. június 20-áig lehetőség megváltani. Őrzővédő kutya kiállítást rendezett a Magyar Ettenyésztők Jászberényi Szervezete a Mentőkutya Iskola területén június első vasárnapján. Közel 50 fajtából összesen 214 nevezés érkezett. A napfénypontja a Best in Show volt. A vezetőbíró döntése alapján a dobogó legmagasabb fokára egy fehér, dús szőrben lévő pireneusi hegyi kutya állhatott fel, mely gazdájával Tápió Szeléről érkezett, így ő lett a kiállítás legszebb kutyája, és övé lett a nagy díszes serleg. A fotókat Pesti József készítette. 2018. júniusában már 89. alkalommal rendezik meg az Országos Könyvhét programsorozatot. A Jászberényi Városi Könyvtár 10. alkalommal csatlakozott a könyvek népszerűsítését megcélzó kezdeményezéshez, mely idén is a Jászberényi Könyves Csütörtök néven vonzott sok-sok érdeklődő gyermeket, felnőttet a helyszínre. A Lehel Filmszínház előtti téren sátorokat, standokat állítottak fel június 7-ére a jubileumi könyves csütörtök alkalmából. A már megszokott elemek idén sem hiányoztak a rendezvényről. Ugyanúgy itt van a Lira könyvesbolt, a Hamza Múzeum, a Jász Múzeum, ők is a vendégeink. Könyvturkálónk ugyanúgy van, tehát lehet könyvekből válogatni. Akkor a könyvesbolt is hozott új könyveket, abból is lehet válogatni. Beiratkozás, ingyenes beiratkozás van azoknak, akik 5 évnél régebben voltak tagok, vagy még egyáltalán nem voltak könyvtártagok. Különleges, de már a rendezvény szerves része Lénárt András bázisa is, aki a rovásírás rejtelmeit bekalauzolja érdeklődőit, és 5. alkalommal tiszteli meg közreműködésével Utasi Hajnalka írónő is a város kiemelt szerepű csütörtökét. Szeretnélek megkérni, hogy válasz magadnak egy színt, és a családról egy szép gondolatot osszál meg velünk. 2018 a családok éve, így az idei verseslánc témája is adott. Fiatal, idősebb, gyerek, felnőtt, bárki feljegyezhette strófáit a családról, rímeset vagy akár rím nélkülit. Hát könyv nélkül nem lehet élni. A könyv az a földi mannánk, és ez a manna sohasem fogy el. Sajnos ezt a gondolatot nem én találtam ki, hanem Kosztolányi Dezső. Nagyon fontosnak tartom. Ha már egy ember, aki vagy egy gyermek, aki idejön, megszereti az olvasást, vagy éppen a könyvturkálóból egy könyvet hazavisz, már akkor elérte a célját ez a rendezvény. Városunkba látogatott a Szentendre is Kanzen is, akik kézműves foglalkozásokkal, illetve rendhagyó meseolvasással várták érteklődőiket. Tessék, kérdezte, nem értem, mit tetszett mondani? Ó, csak egy régi Molnár mondókát, nem érdekes. Tulajdonképpen a mese könyv hőseit keltettük életre, hiszen meseolvasás mellett a gyerekek mentaszörpöt kóstolhatnak, különböző gyógynövényeket ismerhetnek fel, hiszen a 2 mesehős is eltéved egy boszorkány konyhába, ahol ők is mentaszörpöt isznak és különböző gyógynövényeket szimatolnak. Nekik már 4 házrészük van, ugye? A rendezvény támogatójaként az OTP munkatársai társas játékoztak a gyermekekkel. A téma a tudatos vásárlás, a hitelfelvétel volt. Mennyire tetszik nektek ez a játék? Szerinted milyen célt szolgál ez? Szerintem megpróbálja megmutatni ez a játék, hogy milyen lesz a felnőtt korban, hogy például, hogy
Ha veszel egy házat, és akkor kell hozzá biztosítás. A legkisebbek sem unatkoztak, játékos feladatokkal várták őket is a gyermekkönyvtárosok. Bárki leülhet és készíthet feladatokat, összekötőseket, kreatívokat, ragasztást, és utána eldramatizáljuk a mesét, amit készítünk. A könyves sütörtök célja az olvasás, a könyvek, a kézműves foglalkozások népszerűsítése, ezek előnyeinek bemutatása gyakorlati formában. Szeretsz olvasni, ha igen, miért? Hát, szeretek. Nem tudom, izgalmasak a könyvek. De szerintem nagyon hasznos, a szókincset fejleszti, és művelődés. Mit szeretsz az olvasásba? Hogy amikor elkezdek olvasni, akkor így bármi problémám van, így kikapcsolódom, és mindent elfelejtek, teljesen olyan vagyok, mintha én lennék a történetben. A technika fejlődésével, a filmek és az internet elterjedésével párhuzamosan a könyvek valamennyi gyermek életében jelen vannak, hiszen ha nem is olyan kényelmes, mint filmet nézni, az olvasásnak mégis varázsa van. A Környezetvédelmi Világnap alkalmából szakmai programot rendeztek a központi óvodában, melynek témája a hulladék újrahasznosítás, a környezetvédelem és a zöldítés volt. A rendezvényen adták át az óvodai rajz és alkotó pályázat díjait is, melyre közel 240 pályamunka érkezett. Váltsuk zöldre a szürke napokat! Ezzel a címmel rendeztek szakmai napot a Jászberényi Központi Óvodában, ahol évek óta kiemelt figyelmet szentelnek a környezettudatos nevelésnek. Céljuk, hogy a tisztaságra igényes, környezetüket óvó és megbecsülő gyermekeket neveljenek, akik majd felnőtt korukban is fontosnak tartják a természeti értékeinket. De az elmúlt évben a Trió Rádió megkeresésére kibővítettük ezt a programunkat, és egy úgynevezett programsorozatot hoztunk létre. Már tavaly is elindítottunk előzetesen egy pályázati felhívást, ahol a gyerekeknek rajzpályázatot írtunk ki, illetve a családokat arra sarkaltuk, hogy otthon készítsenek a gyerekekkel közösen újrahasznosított tárgyakat. A rendezvényen adták át az óvodai rajz és alkotó pályázat díjait is, melyre több mint 240 pályamunka érkezett. Ezek között volt petpalackból épített kétszintes családi ház, tojástartóból kreált tank és kartonból, illetve ruhacsipeszekből készült csocsóasztal is. Azt a túrásat készítettem, ami ott van fent, nyertem, és Anikáék olyan kedvesek voltak, hogy felöltöztek, felmentek oda, és megtapsoltak. Nagyon régóta könyörögtek már nekem, hogy a lányaim, hogy készítsünk egy babaházat, és hát most itt volt az alkalom, és kitaláltunk mindenfélét, amit például ez egy cukros doboz volt, ez egy gyümölcstál volt, amit boltba vettünk, ez is a cukros dobozból csináltuk, ezt a kis mosdót. A babák zokniból vannak, ezek a párnák harisnyából, amik ki vannak szakadva már. A rendezvény szakmai előadásokkal zárult, ahol arra keresték a válaszokat, hogyan lehet környezettudatosan élni a mindennapokat, illetve mit lehetne még tenni annak érdekében, hogy tisztán tartsuk, óvjuk és ápoljuk környezetünket. Szóval elkezdődik meg rosszabbat. Ahogyan azt már megszokhatták, hamarosan kezdődik a fáma. Erdei Gábor várja majd önöket a stúdióban. Gábor, milyen témával készültél ma? Szia Laci, köszöntöm a nézőket! A mai fámában kicsit formabontóak leszünk, mert nem a megszokott egy vendéges verziót láthatják, hanem három vendég jön, de egy témában, ez nem más, mint a múzeumok éjszakája, illetve itt Jászberényben a múzeumok éjjel-nappal egész napos programsorozat. Erről fogunk beszélgetni. Várom a nézőket a Hír 18 után. Köszönöm, érdeklődve várjuk, most pedig nézzük még egyszer főbb híreinket röviden. Cégbejárás a Fiala Trans Kft. Telephelyén. Hát itt mi javarészt az elektronikusok szolgáljuk ki. A pedagógusokat ünnepelte a Jászberényi Tankerület, átadták a kiváló pedagógus díjakat. Olvasás, irodalom, műveltség. Jubileumi könyves csütörtök Jászberényben. Ennyi volt már a Hír 18 ajánlság híradója, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, híranyagainkat megtekinthetik online felületeinken, friss képgalériáinkért pedig keressék Facebook oldalunkat. Minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.